Sziasztok, ne jó, 12 vagyok. Mint azt láthatátok a borítóból, a tank a Su 122-44-es, a szovjetek 7-es szintű prémium tankja. A parancsnok egy nagyon kedves barátom, aki a játékban a karacsoló nevet viseli. A térképünk pedig Lakeville, egy ütközet, melynek során el kell foglalni a középütt lévő bázis, vagy pedig meg kell semmisíteni az összes ellenfelet. Nekem is van ilyen Su 122-44-esem, egy akció keretében vásároltam, 50%-osan volt leértékelve. Megmondom őszintén, nem bántam meg. Elég jó használható, több célú tank, lehet vele nagyon könnyedén támadni, egész agresszívan, illetve lehet vele védekezni egy bokor mögött, vagy pedig valami emelkedőn például. Vannak gyermekbetegségei, ugye ez főleg az ágyúja, hajlamos arra, hogy a legpontosabban becélzott lövéseket is időnként mellé dobálja, valamint egy kicsit nagy a célzási ideje, ezáltal nagyon lassan szűk. Nézzük, hogy hogyan is osztódott a csapat. Ugye nagyon kevesen mentek az átjáróba. Az egyik arti az kijött, hogy a középső részt lője, viszont nincs, aki derítsen neki. A konvelbét azt ugye látjuk ott középütt. Itt pedig megjelent az ellenfél top tankja, az IS-2-es, és egy 377 lett belésebezve. Ugye ennek a tanknak kell harcolni 7-es, 8-as, 9-esek között is, már itt a Su 122-44-est értem. Igazából ott a prémium lőszernek egy kicsikét nagyobb hangsúly adódik, hiszen azért a nagyobb tankokat a 217-es páncél átütés, amit az APCR lőszer elérhet átlagosan, azért az jobban sebzi, mint a 175-ös, viszont a repesz lőszer is nagyon jól adja abban a helyzetben, hogyha nem nagyon tudjuk átütni. Ez 530 átlagosan, és ugye azért egy 122-es ágyúnak a repesz lőszerének a sebzés az akár lehet 300-350 is, úgyhogy nem ütöttük át a páncélt. Na, kikukkant a sarkon, itt van hirtelen két tank, egy japán tigris, illetve egy Stuk 3-as. És akkor még egyetlen egy lövésnyi élet maradt, ezt ugye bontotta a tigrisből. Elméletileg a Stuk az egy lövésnyi élettel bír. Hát és nem tudom, hogy várni kellett volna még a célzással egy kicsit, de ez épp a betonba ment, pedig egyetlen egy lövésnyi élet, 3-50 az lazán ment volna, hiszen az átlag sebzése ennek az ágyúnak, ennek a lőszernek 3-90. Összesen 35 darab lőszer, körülbelül 7,6, illetve 6,3, ez a között alakulhat valahogy a töltési idő. Ugye nincs már sok értelme megkerülni a tavat és az ellenfél hátába menni, hiszen csak egy ilyen tó körüli kergetőzés lenne belőle, tehát maradt az egyedüli út foglalni a bázist, ezáltal mondjuk ide csalogatni az ellenfelet. Vigyázni kell, hiszen artik vannak, akik azért, hogyha ügyesen helyezkednek, azért itt be tudnak lőni. Tehát arti szépbe kell maradni, figyelni valamelyik utat, és meg kell próbálni elfoglalni a bázist. Ugye a tigris vitte az AMX-et, az már most nem bír deríteni. Viszont hallottuk a lövésből, hogy valószínűleg a KV-13-as mellé vághatott az arti, hiszen csörgött neki mindene, és a reszedelés és a bázis véd, vagy a foglalás egy kicsit visszábesett. Na, fog még érkezni a T-20-as, az már meg is jött, ugye várhatjuk még az Excelsior-t, M6-os, a Stugot, illetve a Cromwell B-t, aki majd valahonnan több, mint valószínűleg abból az irányból érkezik. Na, a KV-13-as eljött a sarokról, akkor karacsoló átfordul, hogy ezt az utat védje, hiszen még nem láttuk a Jack Panthert, aki meg is érkezett, nagy rösssel jön, szerencsére mellé lőtt. Viszont az ütközés ereje ismét csak reszetelte a bázist.
Megvan a második frag, ott a sarkon a Cromwell B kukucskál. A Tigris azt kikapta. Neki 4, Karacsolónak pedig 2 frag van eddig a számláján. Érkezik a Stug. És ő lett a harmadik frag. Mindig artiszévbe kell maradni. Ismét valami csörgés, csattogás hallhattunk, tehát a bázis reset ismét sikeres volt. Az M6-os ellőtte magát, de szerintem bele a valamelyik tank hullába. És akkor, amikor előjött, akkor pedig Karacsoló kiszedte. Az Artinak viszont ismét sikerült resetelni. Na, 2-3 ellen a Skoda T40-et még nem láttuk. Nem is hallottunk felőle, úgyhogy nem is tudjuk, hogy mi van vele. Nézzük a felszerelési tárgyakat, az nagyon fontos. Töltésgyorsító, fokozott szellőzés. Ez a kettő, amit fixre ajánlanak erre a tankra. Közben létrehoztak egy szakaszt. Illetve harmadikként célzásgyorsítót, periszkópot vagy álcahálót, ezt a hármat szokták variálni általában. Ugye ez attól függően, hogy milyen képességekkel bír a legénység. Elég kicsi a látótávja, hiszen egy 7-es tankról beszélünk, mindössze 330 méter. És ezt mondjuk 4-12-vel lehet bővíteni, és ebben már benne van a periszkóp is például. Pótellátmánnyal még egy kicsit több, de az meg nagyon viszi a keresetet. Na, itt az egyik arti a francia, illetve ott a Skoda. Hát ez bizony elébe vágódott, egy kis domb mögött van, vagy egy kis bucka mögött van, és ez benyelte a talaj ezt a lövést. Egy kicsit feljebb kell, ám bár mondjuk AFK tank szerintem. Úgyhogy igazából nem sok vizet zavar, de úgy látszik, hogy sikerült mégiscsak noszogatásra bírni, és elindult. Színű, hogy a sofőr lába be volt szorulva, és azt kellett arrébb rakni egy kicsit. A grille, egy lövés, megvan az ötödik frag, jön a francia harti. Ugye azért a SU 122-44 is egy kicsikét gyorsabban szűkül, illetve kisebb körről, mint egy arti. Ezáltal azért Karacsolnak nagyobb volt az esélye, hogy kettőjük közül kilő előbb. Hát ezt pedig el sem tudom képzelni, hogy ez a tank mit, illetve hogyan is akart, hogy most ilyen bót volt, vagy nem tudom mi, de olyan nagyon bután érkezett erre a részre. Na, az a lényeg, hogy meglett a hetedik frag, tehát igazából volt ebben minden, ebbe a csatába. Azt hiszem, hogy ennek a tanknak a pozitívuma, illetve a negatívuma is igencsak előkerült. Na, nézzük meg, mit is érez, számszerűsítve, és adatlap. Akkor, tehát egy tankász, egy baszkucsi, egy via, egy nagy kaliber, illetve egy Top Gun. Így 8661 a VN8 érték, 80%-os a találati arány. Azt mondja, hogy felderítés is volt, méghozzá 6 darab tankot sikerült felderíteni. Nem átütő találat volt, összességében 980 HP értékű, tehát az első lemezre mennek, azok nem mindig ütik át a tankot. Azt mondja, hogy kritikus találat, azt pedig 6 darab, 11 volt a páncélátütés, és ebből 7 frag született meg. 1295 volt az alap XP, összesen 15 lőszert használt a 35-ből, és 12 talált el az ellenfelt, illetve 11 volt a páncélátütés, hogy ezt az előbb már említettem. A részletes jelentés ugye nagyon fontos, a prémium tank ugye mennyit keres, hát 92.000-ből maradt, a 70.000, ám bár prémium lőszert szerencsére nem kellett használni. A legénység viszont igen csak jól járt, hiszen 6216 XP-t fordíthat a fejlődésére, vagy pedig ugye bármi másra. Karacsolnak köszönöm a visszajátszást, nektek köszönöm a figyelmet,
Aztán jó 12 vagyok további, szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk hamarosan. Szervusztok!